ez itt én vagyok, amint küzdök. Küzdök ezzel a csodás szerszámmal. Ez egy hoverboard, vagy tilboard, vagy swagway, vagy Isten tudja még hány neve van. Magyar neve még nincs, és szerintem nem is lesz. Ennek az az egyszerű oka, hogy ez az eszköz nem megfelelő a városi közlekedésre. Mármint, hogyha Budapestet vesszük alapul, főleg a külvárost, ahol a repedések és mindenféle útburkolati hibák megakadályoznak minket abban, hogy ezt az eszközt biztonságosan használhassuk. Ez az eszköz nagyon jó cipőreklámnak. Segway ezek. Vagy hoverboard, vagy mi ez. Ez jobb, mint egy állvány. Jó, hogy 40 ér. Hát olcsó, mint a gimbal, ami 300 000 forint. A mellékelt ábra nem jó, mert bukós isak és térdvédő nélkül ne használja senki. Nagyon gáz. Mellesleg elég hülyén fest rajta az ember, amint így próbál vele előre haladni. Mókásabb, mint sétálni, de egyáltalán nem hasznos, a legkisebb repedésben is megakadsz benne, és bukós isak és térdvédő nélkül szerintem ne használd az utcán. Igazából egy dolog hiányzik nagyon róla, az, ami a segwayről, az a bot. A bot, amit fogsz. Itt nem tudsz mit csinálni a kezeddel, és emiatt úgy nézel ki, mint aki éppen a gatyájába csinált, vagy éppen a gatyájába csinálni fog. Szóval furcsa. Egyúttal mókás is, mert megpróbálsz vele haladni előre, max 10-12 km/órás sebességgel, ami egy ilyen lájtos kocogásnak felel meg, ugyanakkor ugye nem fáradsz el annyira eközben. Kicsit nyugatabbra és kicsit északabbra egy skandináv nagyváros lakói ezt szerintem sokkal jobban tudnák használni, ahol nincs ennyi útburkolati hiba, de itt Kárpát-medencében 2018-ban nem megfelelő.
nem jó választás. Irodában használni viszont tök jó móka. Feltéve, hogy nyitott a munkahelyed és a kollégák erre az újdonságra, erre az innovációra, mert hát azért nem egy megszokott látvány. Elég furán néznének az emberek, ha ezzel a mókás eszközzel mennél ki a konyhába kávét csinálni, vagy a nyomtatóhoz kinyomtatni 10-12 oldalt. És lehet, hogy a főnökötől se ezzel gurulná be, amikor előléptetésedet kezdeményezed, vagy a fizetésed emelését szeretnéd elérni. Lehet, hogy pont a fordított eredményt érnéd el ezzel, hogyha ezzel közlekednél a főnökhöz. Ki kell próbálni. Én ezt nem tettem meg, inkább eladtam. De amúgy tényleg jó móka, amint a mellékelt ábra is mutatja. Teljesen hétköznapi dolgok, ezek egy 29 négyzetméter. Mert ez egy dementor jármű. Kurva jó. De frankó megy már egyébként, hát úgy nem tudom mennyit gyakoroltad, de... Hát 10 kilométer. 4 órát. Mennyit bír egyébként egybe? Végtelen kapacitású. Bástyamobil. Bástyamobil 3000. Segway. Ne előre szállj! Ez berepül. Mondtam, hogy ne. Basszus. Mindjárt jön a szekrény is. Aha, hátra. Manőverezni. Az első esés című jelenet. Első esés. First aid. Balázs éppen a rehabilitáció utáni állapotban újra megtanul járni. De ha nagyon ideges, akkor még be is gurul. Begurul a képbe. Virtuális lábaival szeli a habokat. Hihetetlen érzékenységgel támogatja a szekrényt. Második rész. Balázs a konyhában.
az asztal. Ja, visz. Jön az asztal is. Vakok. Vak kisfiú első ajándéka. Randi előtt. Nyugodt. Kiegyensúlyozott. Ugye a felesekre. Kulcsszó. Nem szabad megurulni. Kell letarolsz megint valami terep párt. Köszönöm.